A best podcast vendége Abba Házi Csaba, hát nem kell téged bemutatni. Ah. Rockstar, rádiós műsorvezető, a retro rádió, és én rendszeres, és hmm. hallgatód, és rajongód is vagyok. Szoktam, drága vagy. Hát köszönöm. szoktam néha írni, hogy hova fejlődtél, hogy ügyes, ügyes voltál. Nagy... neked köszönhet. Persze. <laughs> De komolyan. <laughs> nem, a múltadnak, ennek a sok-sok szorgalomnak, ami, ami mögötted van, meg a lelkesedésednek. Rögtön belevágok az elején, mert szerettem volna egy olyan szép családi anyagot, miután a feleségeddel hmm. együtt dolgoztunk Laurával, és szeretem őt, elvileg ő is engem. Hmm. vajon a is. Nem válasz semmiféle szereplést. Ez annyira érdekes, mert, uh, mert nyilván a mellettem nem tud elbújni, tehát hogyha bárhova megyünk, akkor, és engem megismernek, akkor ő ugyanúgy ott van, de akkor is ő így kihúzódik. Ő nem szereti ezt a nyilvánosságot, nem szeret szerepelni. És ráadásul mindig azt mondja, hogy nem is érti azokat a a hírességeket, akik úgy lettek hírességek, hogy valakinek a valakiei. És azt mondta, hogy ő nem tett semmit azért, hogy ő híres legyen. Őt ne fotózzák, őt nem mutogassák azért, mert ő valakinek a valakie. Tehát, hogyha majd valamit elér ő a saját jogán, akkor oda fog állni és meg fogja mutatni, hogy igen, én vagyok az. Hát tehát, elvileg hogy... igaza van. És a gyerekek, őket se lehet. A gyerekek olyanok, hogy ők is úgy. Tehát, na, az anyjuk gondolkodásmódját örökölték ebből a szempontból. Sokszor volt azért az terhes, amikor együtt lett volna a család, de valaki jött, és akkor ütögette a hátamat, meg csináljunk fotót, stb., és akkor elvett, ha csak perceket is, de elvett a közös családi létből. És ebből szerintem a gyerekeknek annyi jött le, hogy ők is majd akkor szerepelnek, amikor az ő. Épp aktuális tevékenységük erre feljogosítja őket. De beszélni szabad róluk. Hogy ne? Sőt, én nagyon nagyon örömmel Szeret. beszélek róluk. Azért akarom, hát együtt dolgoztunk akkor a Danubius rádióban, Igen. mikor ez a románc megszületett. Igen. És minden mindannyian drukkoltunk nektek, Igen. mert te akkor tényleg abszolút ilyen rockstar voltál, még a Sing, -Sing volt, és gondolom döglöttek érted a lányok, hogy vajon sikerül ezzel tudsz-e hűséget esküdni, tudsz-e egy lány mellett Igen. megmaradni, leköti az érdeklődés egyetlen egy fiatal lány. Nekem szerintem baromi nagy mázlim volt, hogy, nekem ez a, tízes, és aztán főleg a húszas éveimben megvolt ez, hogy én azt csináltam, amit akartam tulajdonképpen. ez olyan szabadságom volt, hogy, hogy mindent kipróbálhattam, még azt is, amit nem akartam volna, és utólag szégyellek is elég sok mindent. De hogy ez nekem megvolt egészen addig, amíg a Laurát meg nem ismertem, Épp ezért nekem nincs hiányérzetem, nincs az, hogy jaj, én most lekötöttem magam, és, és kimaradt az életemből. Sok minden, látok ilyeneket egyébként baráti körben is, de nekem minden megvolt. Tehát hál' Istennek így aztán igen, tehát a válasz erre a kérdésre, hogy, hogy abszolút boldogan mentem bele ebbe a kapcsolatba, és, és tettem le mindent, amit addig csináltam. De, de akkor ez ilyenkor egy fogadalom, mert tudod, szokták mondani főleg a férfiaknál, hogy az ösztön. És akkor van az, hogy azt mondom, hogy jó, idáig éltem, de most minden a család, és ezt nem veszélyeztetem. Mert azért gondolom észreveszed, ha egy szép lány nyüzsök körülötted. Igen, csak ez nem ilyen, hogy, hogy az ember felismeri, hogy akkor ez most az, és akkor innentől kezdve én kijelentem, hogy nagyon sokáig nem hittünk a házasságban, pont azért, mert akik kijelentették, hogy innentől kezdve csak veled, és örökhűség, és majd ásó kap a nagyharang, egy év múlva, pár év múlva már nem voltak együtt. És mi azt mondtuk egymásnak, a Laurával, hogy, hogy mi nem házasodunk össze, mi egymás szemébe nézünk, megfogjuk egymás kezét, és tudjuk, hogy mik az érzéseink, ezzel tisztában vagyunk, a másiknak az érzésével is tisztában vagyunk. És mi ehhez vagyunk hűségesek, és mi ehhez tartjuk magunkat. Nem, nem azért, mert kijelentettük húsz évvel ezelőtt azt, hogy. Tehát azért, mert szeretjük egymást. És aztán később, amikor már lettek gyerekeink, akkor persze összeházasodtunk, de az egy másik történet. De hogy nem feltétlenül érzi azt a, az ember, hogy akkor nekem ezt most ki kell jelentenem. De érdekes, hogy én mégis kijelentettem, de most egy eszembe jutott, hogy pont írtam egy dalt akkor, amikor megismerkedtem a Laurával, akkor még működött a Sing, Sing akkor készítettük az utolsó lemezünket, és az utolsó lemezünkön két olyan dal is van, ami tulajdonképpen arról szól, hogy hogy én most valami mást, másfele indulok el. Az egyiknek az a címe, hogy itthon vagyok, hogy úgy nagyon éreztem, hogy, hogy megérkeztem szó szerint is, mert most minden a mai napig ugyanabban a házban lakunk, ahova, ahol a Laura született, és én oda költöztem. A másik pedig, a másik dal pedig az utolsó esély. Azt éreztem, hogy hogy ez most tényleg az, a, amiben bele kell kapaszkodnom. Mert Hány ha ezt estetem? is elengedem, akkor voltam én 27. Hú, de fiatal voltál még akkor, te jó ég. De Akkor is fiatal voltam. <gül> Igen, <gül> most, <gül> teszem, nem akartad festetni a hajad. Nem. Mert azért ez az az ősz mégis mégiscsak mutat valamit, hogy eltelt néhány év. De érdekes, hogy én a Sing, Sing alatt, jó, ennyire nem, de ugyanúgy ősz voltam, de akkor viszont festettem. És mi lett azzal a szép göndörhajaddal? Volt olyan. Volt olyan, de pont a sok festés miatt az nagyon tönkrement, és amikor elkezdtem rádiózni, akkor, akkor rájöttem, hogy azt már nem, nem kell mutogatnom magam, tehát nem, nem vagyok, nem szerepelek, és zavart is, fejhallgató, stb. Tehát már nyűg volt. És akkor azt fogtam magam, és levágattam. Nagyon korán kelsz, ezt mondtad a telefonban. Hát ez nem jellemző se a rádiós műsorvezetőkre, a zenészekre, különösen nem. E, részben hánykor, és mit csinálsz kora reggel? Teljesen változó. Sajnos nincs egy ilyen menetrend, hogy minden nap reggel hatkor fel kell az ember. De most nyári szünet van, amikor mi beszélgetünk, de a nyári szünet is úgy telik, hogy a, a kisebbik fiunk, aki 15 éves és Demeter, ő focizik és uh, U16-os kiemelt bajnokság, és nekik reggel nyolckor van edzés. Most például ezen a héten, múlt héten fél tízre kellett menni, tehát viszonylag korán fel kell kelni, hogy ő, ő készen legyen arra, hogy, hogy, mozogjon. És hát nyilván nem feltétlenül én készítem, sőt, nem én készítem neki a reggelit, hanem a Laura, de az meg hogy néz ki, hogy a Laura fel kell, és csöndben süti a tojást, meg a nem tudom micsodát, hogy nehogy aztán a házúra felébredjen. Én mindig felébredek velük együtt. És a másik gyerek? Ő is nagyon sokáig focizott, de aztán ő a két, két és fél éve abba és már előtte is nagyon érdekelte a zene, volt billentyűje, volt dobja, és mindig mondta, hogy ő, ő gitárt szeretne, és akkor a, a Covid alatt vásárolt magának egy gitárt. De hány éves? Ő 18. És annyira megtanult autodidakta módon gitározni a YouTube segítségével, hogy ma már együtt lépünk fel. Komolyan? Mi most a zenekarotokat? A, a Baházi A RT? RT, de nem az a Baházi rt értében van benne, hanem van egy akusztikus formáció, ami az én nevemet viseli, a Baházi Csaba, és akkor ott, ott hárman vagyunk, két gitárossal, az egyik a Bekepeti, aki a zenekaromnak is a gitárosa, a másik jobbomon pedig ott ül a Baházi Rómeó, az én fiam. Rómeó? Miért lett Rómeó, meg akkor miért nem A Laura nagyon nem akar gyereket, mindig mondta, hogy ő nem, de de azt elképzelte, amikor az a ház, ahol lakunk, azt kicsit bővítettük, és kinézett a konyhaablakon, egy emeleten vagyunk, és azt mondta, hogy majd amikor lesz gyerekünk, akkor innen fogok kikiabálni, hogy Rómeó, kész a vacsora, és akkor Rómeó felfut és eszik. Tehát, hogy De rád gondolt? E, vagy nem, gyerekre? Nem, a, a gyerekre. Tehát, hogy majd, ha egyszer mégiscsak ja, lesz gyerek, jó, gyerek hogy... akkor azt Rómeónak fogja hívni, és aranyosan nem fog játszani az udvaron, és akkor ő majd kikiabál neki, hogy Rómeó. Tehát nem azt mondta, hogy Béluska, nem tudom, Nimród, stb. Rómeó. És aztán pont, uh, amikor a Laura vártuk az első gyermekünket, terhes volt, nem tudom, hogy ez, sokan nem szeretik ezt a szót, de hát ez van. E, Mondhatunk várandós, de ugyanaz. Várandós volt, igen. Hogy e, akkor volt a tévében egy ilyen celeb Big Brother, vagy nem tudom, ilyen beköltözős, és abban szerepelt a Szent Györgyi Rómeó. És azt mondtuk, hogy milyen szép neve van, milyen jól hangzik ez, hogy Szent Györgyi Rómeó, ilyen dallamos. És aztán így hogy Abba házi Rómeó az, az pont ugyanennyire szép, és ugyanennyire dallamos. Te néha és így. végig gondolod, hogy milyen szerencsés életed van? Hát Tulajdonképpen első, első perc, igen, gondolsz igen. rá? minden nap tudom. Minden nap tehát nem voltak eset. benne törések. Mondjuk lehet, én emlékszem, amikor a Sing, -Sing megszűn, mert Igen. akkor éppen együtt dolgozunk, az egy kicsit fájt neked, mert ott volt egy kis komplikáció, arra Igen. emlékszem. Nyilvánvaló, hogy az nem egy jó érzés. De tudtad, hogy egy új, új kis ajtó megnyílik. Igen, akkor én már ott voltam a Danubiusban. Tehát, hogy uh, hogy akkor... Tehát, hogy nem az volt, hogy egy ilyen légüres térbe kerültem, és, és nem tudtam magammal mit kezdeni, hanem volt egy célom, hogy én a már akkor rádiós szerettem volna lenni. De ettől függetlenül nagyon fájt, hogy, hogy hát, valami hogy véget ér, amit addig én nagyon szerettem, ami addig az életemet. Aranylemezesek rendett, de... voltatok. Igen, és nem, hogy nem volt rá befolyásom, tehát, hogy nem tudtam azt mondani, hogy, hogy nem, tehát, hogy nem én irányítottam. És leg, leginkább szerintem az embernek ez fáj, hogy nem ő irányít. Tehát hogy az összes veszteségnek a fájdalma szerintem ez, hogy hogy nem tudod irányítani, hogy, hogy ez ne történjen meg. Milyen veszteségeid voltak az életben, hogyha egy mérleget csinálsz most? Mert én mondom, hogy nagyon mm -hmm. sikeres vagy és kerek mm -hmm. az életed, de azért veszteség nélkül senki nem húzza meg. Nagyon sok van, de hál' Istennek egyik sem volt olyan, ami letaglózott, volna, vagy, vagy földre kerültem volna miatta. De a Sing, Sing megszűnése előtt én elvesztettem tulajdonképpen a, a legjobb barátomat, a testvéremet. Ő él, de, de mégis eltávolodtunk egymástól. De miért? A zenekar miatt? Vagy miért? Nem, ő megtért. És Hova? Melyik gyülekezet lett belőle, és... És annyira elfordult egy ilyen 180 fokos fordulatot vett, hogy, hogy már nem volt semmi közös a mi életünkben, csak a múltunk, de ő azt meg. Hát most. fordult Én azt gondolom, hogy megtagadta a múltját, ő nyilván nem így fogalmazna, de az nekem nagyon fájt, hogy, hogy ő ezt az egészet így kidobta az ablakon, hogy ez az, hogy az hiba volt, kár volt. És nem is beszéltek? Nagyon-nagyon ritkán. Tök közel Azt lakunk mondják, egymáshoz, a... látjuk egymást, integetünk egymásnak, de nem beszélgetünk. Azt Nincs mondják, hogy témán. a hídgyülekezet akkor kerül elő az ember életében, ha bajban van a testvérednek. Volt, volt. Valami, hogy... Volt, nyilván nem vagyok felhatalmazó, hogy beszéljek róla, de, de bizonyos értelemben megmentette az életét, hogy ő bekerült a gyülekezetbe. Elindult egy nagyon mélyre tartó lejtőn, és ebből ő kiszabadult, tehát bizonyos szempontból boldog vagyok, hogy megvan de még sincs az a... De szorosan voltatok? Nagyon. Szoros testvéri Tehát, kapcsolat? Mi mindent együtt csináltunk. Együtt zenéltünk. Egy ő is a Sing, -Sing játszott. Ő írta a dalokat, ő volt a gitáros. Én írtam a szövegeket. Tehát éjjel-nappal együtt voltunk, együtt zenéltünk, együtt próbáltunk, együtt írtuk a dalokat. Amikor nem volt próba, akkor is együtt voltunk. Ha ő moziba ment a barátnőjével, akkor, akkor mentem én is velük, és ugyanezt fordítva. Tehát, hogy tényleg éjjel-nappal együtt voltunk. És aztán ez így szinte elvágólag Ez nagyon fájott, és hogyha mondjuk szarvasi vagy, ugye? Nem, szexárd. Szexádi. Ha mondjuk szexárdon ilyen családi összejövetel van. Nincs ha még már. van. Ilyetve van, de már, de már szétesőben. Szétesőben? Igen. De miért? Valószínűleg ebben mély is Nyilván nem akarom a, a saját a felelősségemet ebből kivenni. A szüleim élnek, hál' Istennek jól vannak, minden rendben van. Nekem a bátyámon kívül van egy hugom. És ő is megtért, ő is hídgyülekezetes lett. És hát nyilvánvalóan, ha van egy családban két hídgyülekezetes, és egy valaki középen, aki nem, akkor én lettem a fekete bárány. És ebből azért volt konfliktus családon belül. De és szüleid mit mondta Ők is hídgyűlések? Nem, nem. Nyilván ők is, édesanyám is vallásos neveltetést kapott gyerekkorában, akkor, amikor ezt nem, nem nagyon szabadott volna. Az apai nagyapám az például sekrestés volt a tolnai templomban, tehát hogy mindig velünk volt a hit meg a vallás, és római katolikusok vagyunk, és meg is vagyunk keresztelve, sőt, még első áldozó is voltam gyerekkoromban. Egyházi esküvőd volt? Egyházi esküvőm viszont nem volt. Tehát mikor én felnőtt lettem, és benőtt a fejem lágya, akkor én rájöttem, hogy, hogy az nem az én utam. Erről egy külön műsor tudnánk csinálni, és szívesen beszélek róla, de, de nekem más a, a véleményem a hitről, a vallásról. De hiszel? Nem. Van, van hitem. De miben? Én az emberiségben hiszek. Hogy, hát ez hogy eléggé rossz úton jár. Nagyon rossz úton jár, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nincs egy felső berű, ami minket vezérel. Mert ha lenne, akkor nem hagynám, hogy az emberiség ilyen rossz úton járjon. Ja, hát erre mm. szokták mondani, hogy a szabad akarat, hogy a, a isten szabad akaratot adott, ide jutottunk. És még egy valamiben hiszek... Uh, én azt hiszem, valamit látok. Tehát, hogy számomra az van, amit látok, és velem még nem jött szembe a Jóisten, hogy na itt vagyok. Ne és is de... jöjjön, mert biztos, hogy akkor jönne szembe, ha valami nagyon rossz történne, és hozzá kellene Igen, imádkoznod, de... hogy segítsen. De ugyanakkor visszakanyarodva a, ahhoz, hogy én minden nap hálát adok annak, hogy szerencsés vagyok, lehet, hogy ez a Jóisten műve. Igen. Tehát simán elképzelhető. Tehát megtagadni mégsem akarom őt. Félni tőle, megtagadni. Nem tudom. Tehát, hogy én pont, látod, én pont ezt hiszem, hogy ha van is, akkor tőle nem kell félni. Tehát, hogy nem egy ilyen büntető valaki, aki ott áll egy korbácsal és azt nézi, ki rosszalkodott, hanem, hanem mindenben benne. Ha van, akkor mindenben benne van. Akkor ott van a tengerparton, amikor én ö, süttetem a hasamat, itt van egy jó beszélgetésben, tehát mindenben benne van, amiben jól érzem magam. Mm -hmm. Mindenben Ezt benne ami tele van alakul, a szeretettel. Hogy alakult ez az a Zobaházi család, ami egy kicsit akkor szétesett, ezek szerint itt a hit beleszól. Igen, és a akkor szüleid nem próbáltak meg mindent, hogy ez a három gyerek azért testvérek maradjanak. Mert Te ez is anya vagy, tudod, hogy a gyerek az gyerek, tehát teljesen mindegy, hogy most uh, merre megy, őt szereted, mert a gyereked. És így ugyanígy vannak az én szüleim is. Biztos nagyon fáj nekik, hogy, hogy ez a három gyerek nem ül egy asztalnál, és, és nem értenek egyet, de nem marjuk egymást legalább. Tehát, hogy ez, ez nincs benne. Lehet, hogy ha rendszeresen találkoznánk, akkor, akkor tök sok konfliktusunk lenne. Mi valahogy így döntöttünk, akarva, akaratlanul, hogy, hogy nem találkozunk, és nem is veszekszünk. Nincs konfliktus. De akkor nem csak te vesztettél két testvért, hanem a gyerekeid vesztettek unokatestvéreket. Tulajdonképpen igen ez, lehet egy talán jobban fájó pont, hogy a család... Nem tudom, mert sosem, tehát hogy nyilván amire aztán a gyerekeim megszülettek, addigra ez a helyzet már fennállt. Tehát, hogy bele. Igen, ők, ők ezt nem tudják, hogy, hogy milyen találkoztak, meg, meg volt olyan, hogy, hogy összejöttünk, de de nem, nem, alakult ki köztük olyan szoros barátság. Mi ott Szexárdon, amikor kicsik voltunk, akkor tök közel voltunk egymáshoz, az eleve egy kisváros volt, akkor valahogy sokkal, tehát anyám családja az, az sokkal összetartóbb volt, és, és ott tényleg szorosan voltunk a unokatestvérek, ott nagyon sok mindent megünnepeltek, tehát hogy a, a házassági évforduló, a névnap, a születésnap, tehát mindig volt egy alkalom, hogy összejöjjünk, és akkor, és akkor együtt volt az egész család, és akkor mindig valaki másnak a kertjében, a lakásában nagyon sokat voltak együtt a gyerekek. De érdekes, Ahhoz hogy ez sem maradt meg. Most nem nagyon szűk ez a család, amiben vagy. Tehát, ha nem ebben szocializálódtál, nem hiányzik, hogy egy-egy születésnapodon, vagy ez barátokkal lehet pótolni. Van, most is van egy ilyen, hogy alakul egy ilyen családi találkozó, és egy anyámnak egy távoli rokona rám írt, hogy, hogy esetleg összejöhetnénk -e, És mondtam, hogy oké, okay, de akkor jelöljük meg az időpontot. És megjelölt valamikor hónapokkal később egy olyan szombatot, amikor én tudom, hogy dolgozom. Tehát, hogy. Készít vége a történetnek, igen. És igen. Igen. És, és ha elvinnem a családomat, akkor a családom, a gyermekeim, meg a feleségem semmit nem tudnának arról, hogy ki kicsoda, hiszen már én sem tudom. Igen. Nagy baráti társaságod van? És ezt akartam mondani, hogy cserébe viszont van egy olyan baráti társaság, amely, ami annyira szoros és annyira uh, baráti, uh, és ezt, ezt is a Laurának köszönhetem. Tehát a laurának a gyerekkori vagy iskolás társai azok mind a mai napig együtt vannak, és ha nem is nagyon sűrűn, de rendszeresen találkoznak. És az ottani gyerekek, meg a mi gyerekeink jó barátságba kerültek, tehát hálás Istennek tudunk együtt ö, időt tölteni, hasznos időt tölteni, tudunk beszélgetni, nyaralunk együtt, ami nem egy ilyen klasszikus nyaralási felülünk egy repülőre, és elmegyünk Törökországba, hanem az egyik családnak van egy ilyen hétvégi háza a Balaton felvidéken, és akkor ott lemegyünk hippiskedni, tehát tényleg ott, ott boldog-boldogtalan megfordul, ott szabadság van, ott mindenki azt csinál, amit akar, a gyerekek elvonulnak jobbra-balra. Te gyerekekkel is ilyen jó fej vagy, és laza vagy, vagy ott azért bejön az apai szigor? Hát ezt meg kellene kérdezni a gyerekeimet, hogy jó fej Mit Biztos, hogy szigorú vagyok, biztos, hogy nem vagyok következetes sajnos. A Laura sokkal következetesebb. Ő valahogy, nem tudom, neki ez a lényéből fakad. Nekem ezt magamra kell erőltetni. Sajnos én ilyen hirtelen haragú vagyok, robbanékony vagyok viszont nagyon könnyen meg tudok nyugodni. Tehát ez ilyen... Jó, de aki akinél robban annak fáj. nagyon. Azért mondom, hogy te ezt te könnyen nem... lerendezed magadba, de lehet, hogy benne még sebeket. Nem tudom, tehet. hogy mekkora sebeket okoztam, és nem feltétlenül a gyerekeimről beszélgetek, hanem bárkit. akár kollégáimmal szemben is voltam már ilyen, hogy de tényleg, egyik pillanatra a másikra elpattan, de is a következő pillanatban én már jól vagyok, csak viszont, az nem. Viszont lehet, hogy okozok Igen. egy olyan mély sebet, ami, ami évekig kíséri. Laura ezzel szemben nagyon türelmes, nagyon nehéz kihozni a sodrából, viszont akinek sikerül, azzal annak nincs visszaút, vagy nagyon-nagyon nehéz. Egyébként neked meg azt javasolnám, mondjuk összeívod a, legalább a barátaidat. Igen. Oda ültetel, hogy mindenki mondja el, hogy kit mivel bántottál esetleg meg. Hát akarom hát. én ezt hallani? Szerintem jó, jó lesne. <laughs> jó lesne, mert fogalma sincs, Aha. hogy... Egyébként sokszor tudom. Egyébként. Tehát vannak olyan, olyan momentumok a gyerekeimmel szemben, és amik így megmaradtak, és tudom, hogy az, az bennük is megvan. És nem beszélgetünk róluk, de tudom. És voltak pillanatok, amikor a, nagyobbi nagyobbik fiammal tudtam erről beszélgetni, mert hát nyilván ő volt az első, aki ezt, aki ezt kapta, és főleg ugye, amikor a kicsi-kicsi volt, akkor megpróbáltunk rá jobban vigyázni, mindig mondtuk, unak, hogy te vagy a nagy, mondtuk neki, hogy, hogy neked kell vigyázni, és, és biztos, hogy okoztam olyan sebeket, amik, amik őt kísérik, és volt, hogy erről beszélgettünk, de jön nagyon jó fej, és mondta, hogy á, nem gyerekek nagyon kegyesek szerintem Égen. a szüleikhez. Nem akarják Égen. megbántani. Volt egy darab, a Pogány Utka játszotta, pedig én jó anya voltam. Uh -huh. És ennek kapcsán én egyszer-kétszer megkérdezem anyukáktól főleg, hogy te jó anya voltál? És szinte mindenki azt válaszol, hogy, hogy na, ezt nem mertem még soha megkérdezni. Aha. Félnek a szembesítéstől, mert nyilvánvaló, hogy mindenki jó akar lenni. Jó szülő, jó anya, jó apa. Persze, tehát emberekből tehát... vagyunk tele hibákkal. Pont most volt egy, egy film, ami nem vagyok jó fiúm de pont erről szólt, hogy mindenki szeretetből csinált dolgokat. Egy, egy tanár beleszeretett egy diákjába. És nyilván ilyet nem lehet csinálni, de a szeretet van mögötte mégis. Hogy ez, belegondolunk ilyen, tehát hogy ugyanez működik a családban. Tehát vala, valakit nagyon szeretsz, ezért félted őt, félted a, 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 a nem tudom mitől és olyan erősen szólsz neki, és olyan erősen akarod azt, hogy, hogy őt ne érje baj, hogy te okozod a bajt azzal, hogy, ahogy óvni akarod. Hát tudod, hányszor van az, amikor mondják, hogy persze gyereket nem bántunk, és én hányszor láttam, hogy a gyerek átszaladt az úton, és olyan baromi nagy pofont kapott az apjától, vagy az anyjától, mert a szeretet félt, és benne volt, és elvesztette az önuralmát. És nem is kell ilyenkor önuralom. Igen, és ez nem azért van, mert az a valaki, aki ott lepofoszta a gyerekét, az egy gonosz állat, egy hitetlen valaki, mm. hanem mert tényleg, azt szeretné, hogy ez ne történjen meg, hogy ne történjen baj. Tehát tök rossz eszközt használ. De ki Ilyen. tudja? Lehet, hogy ez az, ennek az eszköznek a segítségével soha többet nem rohan az autó elé. Pont Ezeket is. nem lehet tudni. Ha fiait szeretnének tetoválást, vagy nem tudom, hogy van-e már nekik, de engedem. Még nincs, de. A nagyobbik elmúlt már 18. Engedeme? Hát azt csinál, amit akar. De téged nem zavar? Nyilván van ember tele vagy tetoválással, bár a gyereke bőrén az ember máshogy látja. A kicsi már mondja, hogy, hogy neki majd ilyen, meg olyan tetoválása lesz, tehát ő már tervezgeti, de ő még csak 15 éves. És nem engednéd még neki? De! Engednéd? Hát persze. Laura? Ő biztos nem. Hát ő 15 évesen, mit miért, minek mit fognak szólni? De engem ez abszolút nem érdekel. Tehát ő úgy érzi, hogy, hogy attól boldogabb lesz az élete, van egy ilyen, ebben is hiszek, tehát milyen érdekes, hogy azt mondtam a legelején, egy ögyből kijelentettem, hogy nem hiszek, és aztán mindenféle. Fidel, hogy mi mindenben. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a gyereket hagyni kell elesni, hogy megtanulja, hogy az mennyire fáj, és hogy abból hogy lehet felállni. Mert ha mindig megfogd a kezét, mielőtt elesne, akkor lehet, hogy egy nagy esésnél, amikor te nem vagy ott, akkor ott is marad. Igen, de azt is szoktuk mi szülők mondani, hogy mondjuk egy 15 éves, aki még egy kicsit kelekótya vagy szeleburdi, olyan dolgot ne tegyen, főleg a testével, ami visszafordíthatatlan. Mert lehet, hogy 18 évesen ő fogja legjobban utálni magát emiatt. Vagy már más tetetne föl, és nem a barna de ez, babát. ez, ez mindig megvan. De, és ezt el is mondjuk. De nem azt mondom, hogy ne tetováltass, hanem hogy azért gondold meg jól, mert itt vagyok én, és nézd meg, tök jó, el vagyok vele, de ha ma, a mai eszem mellett mehetnék vissza a 18-19 éves koromok, akkor vagy nem ezt tetetném, vagy nem is tetetnék. mi van most rajtad? Na Hát, itt van egy ilyen... Virágos kert. Az miért van Ezt rajta? Tudom, nem virágos kert, ez egy kard lett volna, amin körbe tekeredik egy kígyó, de hát el lett rontva, és a kígyó slagnak néz ki, a kard törnek néz ki, vagy karónak, és hogy javítsuk az állapotokat, virágokat tettünk köré, és ezért virágos kert. Nagyon férfias, mit mondja. Itt van az Elien a melkasomon, itt van egy indián koponya. Az miért? Ilyen indiára volt voltál. Nagyon tetszett, volt egy minta, ami, ami tetszett, és, és valahogy azt gondoltam, hogy ez pont az a, a forma, ami, ami, adja magát, hogy ide a vállamon legyen. És egy ilyen... De a Cseh indián táborokban nem vettél részt. De, hát akkor ő még nagyon gyerek Hát egy de, gyereknek de, is csodálom a... őt, meg, meg egy a Persze, persze, sőt most készítettem is egy, egy beszélgetést uh, uh, arról, hogy, uh, hogy készült egy film, az Apacsok ami nem Eszprémbe a, cseta, be. igen, nem a másféle, hanem a másik indián tábor, ahol, na mindegy, nem a filmről akarok beszélni, de valahogy vonzott mindig az indiánság, tehát hogy a, amikor gyerekkorunkban cowboyt indiánost játszottunk, akkor én inkább voltam mindig indián, mint cowboy. Nem érzed azt főleg a gyerekeid kapcsán, hogy a gyerekeknek megmaradt a sport, de valahogy egészen más életük van, és más kalandjaik vannak, mint akár neked, vagy akár mondjuk a szüleidnek, nagypapáidnak. Tehát nekik azért nagyon-nagyon kalandos szép élet volt. Most meg azt szoktam mondani, hogy a nagy generáció már mindent elvitt előlük. Nem tudhatjuk ezt sem, mert én nagyon szeretném, hogy ők lógjanak valahol, tök szabadon, másszanak fára, kerüljenek veszélyes helyzetbe egy sziklamászásnál, stb. Csak ne lássam, <gül> <gül> mert különben Megőrülsz. megőrülök, és ordítanék, ordítanék velük. De közben lehet, hogy mindaz, ami történik, az nekik pont ugyanolyan fontos lesz majd 40-50 évesen, és örömmel emlékeznek vissza rá, mint ahogy mi arra emlékszünk, hogy tényleg loptuk a szilvát a szomszéd fájáról, és hogy hogy kellett menekülnünk. Tehát a bezzeg az én időmben nem hagyja el a szádot? Nem, nyilván elhagyta már, hogy a, a más volt az én időmben, de nem tudhatom, hogy ha nekünk akkor lett volna annyi kütyünk, mint amennyi kütyüt most a, a gyerekek nyomkodnak. Uh, akkor, akkor nem azt nyomkodtuk volna -e. Biztos, hogy azt nyomkodtuk. nem hát, amikor majd... bejött a videó. És hát tök boldogságot a okozott néztünk. az, hogy, hogy, hogy valakinek a, a, baráti társaságban volt egy Commodore 64-ese, és ezt a TV focit lehetett játszani. Pik, Volt a menő, é. akinek ilyen volt. Igen, és, és az boldogság volt, hogy eltöltöttünk öt órát azzal, hogy, hogy azzal játszottunk. Sokszor látom azt, hogy, hogy kitörnek a, a gyerekeink ebből, de Annyi minden veszi körbe őket, hogy... Másfajta iskolarendszer van, teljesen más a sport, más a zenélés ma már. Hát amikor mi elkezdtünk zenélni, akkor a zenészek mono monogámok voltak, egy zenekar volt. Ma már, ha valaki zenél, akkor zenélhet Pistával is, Jóskával is, Leventével is, lányokkal, fiúkkal. Régen megalakult egy zenekar, akkor te annak a zenekarnak a tagja voltál, és más zenekarra rá se nézhettél. A sőt, harc volt a zenekarok között. Igen. Rivalizáltak egymással. És ma a nagyfiam otthon. a Szobája ajtaját becsukva úgy alkot zenéket, hogy közben kapcsolatban van olyan emberekkel, akik még csak nem is élnek mondjuk Magyarországon, vagy, vagy ideiglenesen vannak itt, vagy nem is beszélik a nyelvet. Jó, túlzok most nyilván, de ezt meg tudja tenni. Hogy és megy alkot. az abbaházi RT? Abaházi RT nem megy olyan jól, mint én azt gondoltam, hogy majd menni fog, de, de hát ez is egy olyan korszakos probléma. Tehát, hogy Nyilván vannak nagyon sokan ezen a piacon, viszont a piac az, az nem nőtt meg, tehát ugyan olyan, olyan, ugyanazok a fesztiválok vannak, ugyanazok a, a rendezvények vannak, és hát akik rendszeresen és életvitelszerűen a zenéssel foglalkoznak, azoknak sokkal fontosabb ezeken fellépni. Nekik vannak menedzsereik, vannak emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy hogy legyenek bulik. Nekünk nincs. Tehát hát mi... örömzenészek vagytok akkor, nem? Örömzenészek vagyunk, nagyon szeretnénk többet zenélni, mert azt gondolom, látok nagyon sok zenekart, hogy sokkal jobbak vagyunk, és ez most nagyképűen hangzik, de, de tényleg így, hogy látok zenekarokat, hogy sokkal jobbak vagyunk nagyon sok zenésznél, vagy, vagy zenekarnál, csak nincs akkor a nevünk, nincs mögöttünk akkor a háttérstáb, aki minket tolna, és sajnos nincs annyi időnk. Mindannyian dolgozunk, amit mondtam az előbb, hétvégeken műsort vezetek különböző rendezvényeken, ami, ami számomra nagyon nagy boldogság, és nagyon fontos egzisztenciális kérdés. Épp ezért nincs annyi idő koncertezése, mint amennyi, mint amennyi vágy van arra, hogy legyen. Szeretsz sok pénzt keresni? Hú, nagyon. Nagyon? Nagyon. És nem érzed azt, hogy, hogy a család rovására megy a sok pénz? Bár azt szokták mondani a férfiak, hogy a családért teszem, hogy mindent megadja? nekik, szerintem ez nem igaz. Önmagáért teszi a férfi. Ha, Az a baj, hogy, hogy nem halmoztunk fel vagyont. Tehát hogyha ott lenne egy zsák pénz, és, és cserébe nem lettem volna a családdal, akkor azt gondolnám, hogy ez nem ér semmit, ez a zsák. Tehát ha most nem dolgoznál, a kobajban lennél? Igen. Tehát nincs, mi mindig nincs akkora... Mi de mindig akkor nem költesz sokat, ha nem tartalékolsz? De, de valószínűleg pont ezért szeretek sok pénzt keresni, mert hogy mi, mi nagy lábon élünk, vagy vagy sokat de még csak azt sem mondanám. Mi de... esztek, isztok, öltöztök. Tudod mi a mi luxusunk? Az, hogy, hogy uh, négyen vagyunk, és három autóval rendelkezünk. Tehát ez a mi luxusunk. Most van a nagyfiamnak is van. Hát ez, ez van, több családban van. Ezt azért még nem mondanám egy jól keresőnél nagy Na, luxusnak, de nem, de ez nem tudom, hogy Dubajba jártok nyaralni, de. vagy... Állandóan. É, én minden évben szilveszterkor megfogadom, és elmondom a családnak, hogy az az én jövő évi fogadalom, hogy elviszlek titeket a te tengerhez. Ez idén öt napra sikerült. De Tehát már akkor volt. semmi luxus nincs az életedben. De, de, azt gondolom, hogy te most, ha, ha Jó, Egy tanárházas párhoz képest, igen. Most elmész, mondok valami nagyon kemencére. Egy pont tegnap jártam ott egy szlovák határ melletti kis falu. Ott valószínűleg elképzelhetetlen, hogy egy négyfős család három autóval rendelkezzen, és, és hogy azért dolgozzanak, hogy elmessenek a, a tengerre. Tehát nekik valószínűleg a bánkítóig is bőven elég eljutni. Tehát, hogy minden csak viszonyítás kérdése. És aztán ott van az a nagyon szűk réteg, akik jaktokon az Adriai tengeren De nem írítják őket. Nyilván kipróbálnám azt is, de írít senkire nem vagyok. Én uh -huh. így azokra, de mégiscsak azokra vagyok így, akik megtehetik, hogy annyi időt szánnak a, a, a családjukra és a saját hóbortjaikra, szenvedélyeikre, amennyit csak szeretnének. Na hát. jó, de hát akkor azért látod, hogy mi van mögöttem, mert ingyen kenyér nincsen. Nincs. Tehát Magyarországon azért ilyen multimilliárdos családok nem születtek, ezek most épülnek ki, ezek a családok, és akkor majd azt mondjuk, hogy ne nézzük az első milliót, tehát nem Amerikában vagyunk 100-200 évvel. De én most nem erről beszélek, nyilván ez de, is megvan. De a szocializmusban nem teremtődött meg az a vagyon, Igen, csak amire lehet, lehet egy gyerek. Én arról beszélek, hogy lehet, hogy mi rosszul csináljuk. Tehát lehet, hogy ki kellene jelölni már előre nekünk, nem tudom, minden évben egy hónapot, amikor azt mondjuk, hogy semmi más nem fog történni, csak egymással leszünk. De nem tudjuk, mert közben a, a hónap közepére beesik egy olyan három napos rendezvény. Amire ami, nem lehet nemet mondani. Amire ha nemet mondok, akkor egyrészt nagyon sok pénztől esik el, nem én, hanem az egész családom. Másrészt az a három napos rendezvényre jövőre sem engem fognak hívni. Na de Laura nem mondja, hogy kicsit többet kéne otthon lenned? Hmm, nem. Nem. De mondjuk Nem. neked más biztos az idő elosztásod. Nappal azért többet lehetsz otthon, mint egy egy normál, normál polgári igen, ember. Igen. Meg, a, a, akkor volt olyan időszak, amikor a, a Laura is bejelentett munkatársként dolgozott, és és mivel ugye neki mit tudom, én, napközben volt a munkaideje, nekem este, akkor azt úgy nagyon nehéz volt megoldani, és az, az, az kinkeserves volt, és a, az meg is viselt minket elég rendesen. Mert akkor még a gyerekek is kisebbek voltak, akkor még őket cipelni kellett edzésre, és ott nagyon rövid idő van az iskola és az edzés között. Tehát valakinek rendelkezésre kell állni, és ha, ha beesik valami meló, akkor vagy én nem vállalom el, vagy a laurának szabadság. Tehát, hogy ilyen logisztikailag nem voltunk jók, és ugyanezt érzem most is, hogy mi logisztikailag nem vagyunk jók. Tehát, hogy van nagyon sok időnk, még talán meg is tudjuk teremteni a pénzt rá, hogy, 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 hogy legyen közös. Csak logisztikailag nem tudjuk megoldani, te, hogy, hogy ez egyszer, egyszerre történjen meg, igen. Ö, ezek szerint anyagilag nem látod a jövőt, mert ha bármi történik most... A holnapot, igen. A holnapot, igen, de egzisztenciálisan, tehát nem anyagilag, hanem, hanem munkában, jövőben mit gondolsz? Mert néha azt érzem, hogy persze az ember műsort vezet, hmm. de hát, hogy látom ezt az országot, itt a fiatalok a, a menők, nem a... Aha. Te még igen, meg középfő, de az idősek mindenképpen kizuhannak. Hogy hát és sajnos közelítek feléjük. Hál' Istennek van egy retro rádió, ahol pont az én korosztályomra van szükség. De nem tudom, tehát hogy én már nem a saját jövőmön aggódom, hogy hogy majd mi lesz velem, hanem azt látom, hogy na de mi lesz, hogyha nem jön be a kisebbik gyerekemnek a foci, akkor ő mit fog csinálni? Tehát most annyira egyféleképpen do gondolkodik, és és ez teszi ki az életét, és mondják is sokan, hogy ha van b akkor nem lesz erős, erős az A. -t. Tehát neki most csak A van. Gundát Jakacs mondta, mert az egyik fia focistának Ég. készült, nem tudom most hol tart, csak hát mindenki... Ő a Budafognak a kapusa. Igen, de mindenki nagyon értelmiségi a családban, és mondta, hogy ő lesz az első generációs focista. Ha, akkor ezek szerint megmaradt a focinál. Megmaradt, igen. Hát MB2-ben játszik, de felnőtt csapatban szerintem ő már meg tud élni abból, hogy focizik. Ennél többet nem, nem is kívánok az én gyerekemnek. Ha mégis, akkor, akkor Persze, az egy extra dolog, de a, a, a nagyobbik, meg zenélés adta fejét. Na most ki tud megélni a zenélésből. Tehát, hogy ahhoz mennyi minden kell. Hát akkor nekem szerencsé. nagyon jól kell keresned. Tehát tartalék, hogy a gyerekeinek egy biztos Na, oké, És miből? Tehát, hogy látod, hogy. Nyilván a, a, a gyerekeim jövőért aggódok, de pont ezért benne van a, a saját aggodalmam is, hogy én még ezt sokáig tudjam csinálni, mert ha nekik nem megy, akkor ki fogja őket támogatni? Hát én sokáig dolgoz, sokáig jó egészséget, és maradj köszönöm. ilyen, amilyen. Köszönöm. Vagy a csabának köszönöm szépen. Én pedig neked köszönök mindent, mindent tőle tanultam. Hogy is, köszönöm szépen. Köszönöm.